Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a nemrég megjelent Roco CD Cargo 742-es sorozatú Kocur Bece nevű dízelmozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. A már korábban bemutatott negyedik korszakos CSD verzió után a gyártó idén a hatodik korszakos CD Cargo verziót is kihozta a mozdonyból. Mivel a negyedik korszakos mozdonyt már részletesen teszteltem és bemutattam, most csak egy rövidebb, a különbségekre fókuszáló anyagot készítettem ehhez a modellhez. A modell a negyedik korszakos társához hasonló csomagolásban érkezik, és hasonlóan jó minőségi modell benyomását kelti kézbevéve és a terepasztalunkon is. Ami rögtön feltűnik, hogy a gyártó nem csak más színűre festette a modellt, hanem konkrét formavariáns készített, ami leköveti a modellezett pályaszámú mozdony jellegzetességeit. A tetőn a CSD verzióhoz képest eltérő a hűtőventilátorok rácsozata és az antennák elhelyezkedése is. A vezetőfülke oldala a későbbi gyártású gépekre jellemzően bordázott. A korlátoknál is van eltérés. A homlokfalnál lévő korlát kialakítása más, mint a korábbi mozdonynál. Ez az elem is a hatodik korszakos mozdonyoknál alkalmazott korlátnak megfelelő ezen a modellezett gépen. A mozdony festése itt is jól sikerült, a színek pontosak, a maszkolások szépek, hiába ez a Roconál rutin már. A feliratok pontosak és élesek, a mozdonyra jellemző minden apróság felkerült a megfelelő helyekre, még a legkisebb szabad szemmel nem látható felirat is tökéletesen olvasható és éles. Beltartalmilag a mozdony megegyezik a negyedik korszakos kiadással, itt nem változtatott a gyártó semmin. Bevált recept, remek hajtás, jól összerakott mechanika jellemzi. A nálam járt modell alapból analóg kivitelű volt, amiben egy Digitools hangdekóder került Kocur hanggal. Nézzük most meg a gépet a pályán, munka közben egy kicsit.
Felhasználhatóság terén egy igazi tehervonati mindenes kapunk a Kocúr személyében. Hatodik korszakos magánvasúti gépként használható állomási tolatási munkákra, tolatós tehervonatok továbbítására és vonali szolgálatra is, akár önmagában, akár egy tehervonat végén tológépként segítve mondjuk egy hozzá passzoló festésű CD-kargó laminátkát. Modellezett pályaszámú mozdonya jelenlegi információim alapján nem hazánkba bejárós, de hasonló festésű CD-kargó gépek országszerte dolgoznak, így ha kompromisszumot kötünk a pályaszámmal kapcsolatban, akkor akár egy hazai témájú terepasztalon is használhatjuk a mozdonyt. Összességében a CSD verziónál már látott minőséget és részletességet kapjuk ennél a mozdonynál is, és szerintem az is kifejezetten örömteli, hogy a Rokó tényleges formavariáns készített a mozdonyból. Az analóg modellt már 83 ezer forint környékén megkaphatjuk belőle. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!